Sziasztok! Itt vagyunk Ausztriában az Enduro bajnokság negyedik fordulóján, ahol egy újabb verseny volt, ami felemásan sikeredett, hiszen bár nyerni tudtam a junior kategóriába, viszont nem volt azért teljesen 100%-os a teljesítményem, nem voltam teljesen megelégedve vele. Ellenben egy VB vagy pedig magyar futammal, ahol 2 vagy 3 mérteszt is van, itt csak egy enduro teszt van, ami viszont igazán endurós, nagyon technikás és élvezetes pálya. Az etap pedig nem volt annyira nehéz, de azért tartogatott kihívásokat. Az első körbe viszont egy abszolút első időt tudtam menni, ez igazán jó volt. Majd a második körbe egyet estem, és ott egy 10-15 másodpercet benne hagytam a körbe. Beckhamre még a kerékcsapágy is tönkrement, így a harmadik-negyedik kört az edzőkerekemmel kellett végvenni, amin nem volt olyan túl jó gumi, így azért nem tudtam a maximális teljesítményt hozni. Bár nyerni tudtam a juniorba, de az abszolútba, ha jól tudom, harmadik lettem. Azt gondolom, hogy ez újra egy nagyon jó verseny volt a felkészülésemnek. Még lesz szeptemberben 3 forduló az osztrák bajnokságban, ott az összesen szeretnék indulni. Aztán jön újra 2 világkupa futam, ahol maximális teljesítményt szeretnék elérni. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki mögém állt és segít a karrieremben, és legközelebb találkozunk.